Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Május 11-én repülő majálisra várják az érdeklődőket Börgöndön. Stúdiónk vendége Sziládi Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke, valamint Józsa Dávid elnök helyettes. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ez egy csokkal. Mondhatjuk azt, hogy ez már egy hagyományos program, hiszen nem az első ízben lesz repülő majális, azért az idei esztendőben sikerült ezt egy kicsit megfejelni más kiegészítő rendezvényel, vagy más eseménnyel is, hogyha jól tudom. Igen, több mint 10 éve rendezzük a repülő majálist. Igazán a gyerekeknek kezdtük el szervezni, de aztán családi program lett belőle, hiszen a gyerekek mellett fiatalok, felnőttek is érkeznek erre a rendezvényre. Az a tapasztalat, hogy kíváncsiak az emberek, mi pedig szeretnénk megmutatni, hogy mondjuk egy repülőtér üzeme abban az esetben, amikor az ejtőernyősök, célbaugrók, vitorlázó repülők, motoros repülők dolgoznak, hogyan is történik. Ebbe kínálunk betekintést ezen a napon, és hát persze bátrabbak kipróbálhatják a repülést is. Működik repülőgép szimulátor, lehet játszani, lehet megtanulni repülőgépet vezetni. Tehát egy ilyen családi napnak gondoljuk ezt a rendezvényt. És hogy ez most még izgalmasabb legyen, így a Börgöndön kerül megrendezésre a vitorlázó repülő rally bajnokság, ami úgy gondolom, hogy egy ismeretlen területe még a versenyzésnek a nagy közönség számára, de itt ezen a napon megtekinthetik ezeket a repülőgépeket is. Ne kell, hogy valljam, hogy én még életemben nem hallottam arról, hogy vitorlázó rally bajnokság, ez egy ilyen régi sportág, vagy... Maga a sportág az nagyon régi, hisz a vitorlázó repülésnek a kezdeti szakaszától indult a távrepülés, és régebben Magyarországon 2 hetes versenyek voltak. Nemzeti bajnokság, területi bajnokság, Szeged, Dunaújváros, Békés Csaba, de úgy változott az idők során, hogy nem mindenki tud elmenni egy ilyen 2 hetes versenyre, és az utánpótlásnak ez nem biztosított minden esetben elég versenyzési, felkészülési lehetőséget. Tavaly indult ez a sorozat, amiben Magyarország gyakorlatilag egész területéről repülőterek vesznek részt. Mi idén első alkalommal indultunk ebben, és itt Nyíregyháza, Szatyma, az Farkashegy, tehát tényleg az ország minden sportrepülőtere, majdnem minden sportrepülőtere részt vesz ebbe, és ez egy lerövidített, egy 3 napos rendezvény, és télen találtuk ki, hogy ez milyen jól lenne összekötni a majálissal. Egyfelől a vitorlázó repülés, a versenyrepülésnek is lenne egy nagyobb ismertsége, másfelől a majálisnak tudnánk hozni egy új látványosságot. És ez az időpont emiatt is került így holnap, holnap után és vasárnap. Holnap egy edzőnap lesz, amikor az ideérkező versenyzők tudnak repülni egy távot vitorlázó repülőgéppel Börgöndről, szombat-vasárnap pedig egy-egy versenynap, és gyakorlatilag ez a börgöndi futam, ez beleszámít az éves összetett bajnokságba, ami most már egyre komolyabb presztise van, hisz, ahogy mondtam, nem mindenki tud elmenni egy 2 hetes versenyre, de itt egy nagyon jó szervezett, ellenőrzött, a versenyekhez teljesen hasonló körülmények között tudnak repülni a vitorlázó pilóták. Az érdeklődők akkor arra számíthatnak, hogy látványban biztosan lesz részük, ez egy látványos sportág ezek szerint. Maga a távrepülés, az érkezés, illetve a repülőtéren a felszállás az egyértelműen, de itt készülünk abból is, hogy ezek a repülőgépek ki lesznek állítva. Tehát láthatják, hogy hogyan készülnek fel a versenyzők a repülésre, illetve a különböző versenygépek, tehát nagyobb teljesítménygépeket egészen a felszállásig meg is lehet közelről nézni. Tehát akkor egyfajta ilyen műhely látogatásként is felfogható ez, amikor mondjuk akár... Igen. Autóversenyzős hasonlattal élnénk, igen, és utána meg a versenyről való hazaérkezéskor szintén láthatnunk a repülőgépek, de ahogy elnök úr is mondta, ez csak egy része, ez mindenképpen az újdonság, de a saját egyesületünk, az ejtőernyős, sárkányos, motoros repülő, vitorlázó repülő szakosztálynak a saját technikáit repülés közben pedig folyamatosan bemutatjuk. És akkor ott is akár oda mehetnek közvetlenül, megkérdezhetik attól, aki használja, és egyéb érdekességeket is megtudhatnak az érdeklődők? Természetesen minden repülőgépnél a személyzet jelen lesz, tehát minden kérdésre fognak tudni válaszolni. Be lehet ülni a repülőgépekbe, meg lehet próbálni, hogy milyen egy kilátás egy motoros gépből, egy vitorlázó gépből, és hát
mint említettem, egyrészt szimulátoron lehet repülni, másrészt valóságban is motoros géppel kínálunk majd sétarepülési lehetőséget, hiszen Börgönd az egy csodálatos helyen van. Székesfehérvártól 6 kilométerre a Velencei tó, a Velencei hegység, és hát ugye nálunk jó időben 2-300 méterről bizony a Balaton is nagyon szépen látható, úgyhogy mindenkinek élmény lehet egy sétarepülés, egy családi repülés is. Hány órától érdemes kilátogatni majd a repülő majálisra, illetve meddig tartanak a programok? 10 órától 18 óráig tartjuk ezt a majálist. Hát ez alatt az idő alatt szerintem mindenki bele tud kóstolni a repülés, ejtőernyőzés világába. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy ha nincs jobb időtöltési lehetőség, akkor látogasson ki a Börgönd repülőtérre, hiszen olyan technikákat mutatunk meg, olyan új fejlesztéseket tudunk bemutatni, amik például a legfrissebbek, hogy repülőgépeket valóban nyomon tudjuk követni, és nem egy flight radar tekintetében, hanem egy külön OGN jeladó tekintetében. Fizikailag látjuk a képernyőn a repülőgépek tartózkodási helyét, magasságát, sebességét, irányát. Tehát ezt a fajta vezetési pontot is meg lehet látogatni, és meg lehet nézni, hogy hogy működik a légirányítás Börgönd légterében, ami egy külön szakma egyébként. Hogy történik a koordináció, hogy természetesen a repülés biztonságot a legmagasabb fokon tudjuk ezzel képviselni. Mert akkor ez egy ilyen, tényleg egy ilyen külön területe ennek az egész repülőmajálisnak, mert mondjuk ezek a műszaki megoldásoknak a bemutatása? Hát ugye el kell képzelni, amikor két ejtőernyős motoros gép működik, levegőben van. Aztán a vitorlázó repülőgépeket is vontatja két motoros repülőgép. Ezek mind a levegőben vannak. Aztán reggel és délután csatlakoznak a motoros sárkányok. Aztán repülnek közben még a movitok is. Tehát előfordulhat, hogy Börgönd légterében 15-20 repülőgép is működik. Ezeket koordinálni kell, ezeket a repüléseket, és bizony itt nem kis feladat hárul annak a személynek a vállára, aki ugye irányítja ezeket, illetve figyeli a repüléseket és szervezi, hogy a repülőtéren és a repülőtér légterében rend legyen, és ne alakuljanak ki vészhelyzetek. Illetve ugye közben vannak érkező és induló repülőgépek, és vannak olyanok is, akik csak a légteret érintik és repülnek valamilyen útvonalon. Ezekkel is a rádióösszeköttetések megtörténnek, és a különböző információ áramlások a biztonságos repülés végrehajtása okán. Bár nem a majálishoz tartozik, de egy érdekes kérdés, nyilván önök is találkoznak vele, hogy ugye egyre inkább elterjedtebben használják a drónokat, és mondjuk amíg mi például itt tudjuk azt, hogy meg kell kérni az engedélyt egyéb külön szabályokhoz van ez kötve, hogy lehet használni, ezért a hétköznapokban gyakran látjuk, hogy repkednek a drónok. Ezek egyébként gondot nem okoznak önöknek? Vagy sokan használják mondjuk kvázi illegálisan? Hát a drón az egy nagyon nagy probléma ma a repülésben. Tehát megjelent egy törvény, ez egy teljesen új technika. Igazán úgy jelent meg a törvény, hogy gyakorlati tapasztalatok évekre visszamenőleg nem álltak a rendelkezésre, és első megjelenésben hoztak a jogalkotók egyfajta törvényt ezeknek a használatára. Általában nem is ott van a baj, akik a törvények ismeretében és annak betartásával használják ezeket az eszközöket, hanem ott a probléma, amikor valaki 5000 forintért vesz egy ilyen berendezést, nem ismerve a jogi hátterét ennek használatáról, neki áll repkedni. És bizony ezek az új készülékek, berendezések, ezek képesek már több száz méter magasságban is dolgozni, ami viszont már nagyban veszélyezteti a G-típusú légtérnek, abban közlekedő repülő gépeknek a repülését, hiszen ezek egy kicsi szerkezetek. Most ebben a légtérben 100-160 kilométeres sebességgel, 200-zal is repülnek repülőeszközök. Fizikailag nem lehet észrevenni ezeket a berendezéseket, tehát a repülés szabályainak, a VFR szabályoknak megfelelően, ami a látva repülés szabályait foglalja össze, egyszerűen nem, fizikailag nem lehet ezeket a berendezéseket észrevenni, és a nemzetközi tapasztalat is az, hogy nagyon sok az ütközéses probléma.
ami hát nem nehezíti, vagy nem könnyíti meg a repülést ebben a légtérben. Itt úgy gondolom, hogy egy kis idő elteltével mindenképpen valamiféle törvénymódosításra kell, hogy sor kerüljön. Egy kicsit elkanyarodtunk, de visszatérve akkor a repülőmajális programjaira, 10 órától tehát 18 óráig várnak minden érdeklődők, különböző programok, és gondolom, hogy akinek kedve van, az mondjuk a repteret is egy kicsit megismerheti, szétnézhet, hiszen az Egyesült a gondos gazdája a Burgundy Reptérnek is. Természetesen ez a célunk, hogy egy ilyen üzemnapba bevezessük a közönséget. Repülőnapon erre nincs lehetőség, ott szigorúak a körülmények, feltételek, biztonsági okból kifolyólag, de itt viszont vezetővel minden olyan területet meg tudunk mutatni, ami egyébként zárt a közönség előtt. Ha egy-egy programot ki kéne emelni, akkor mi lenne az, amit ön kiemelne, illetve ön mire hívná fel még ezen kívül a figyelmet? Ugye itt a Burgundy üzemnek a mostani sajátossága, ami egy elég látványos dolog, ugye vitorlázó műrepülő válogatott is itt edz Burgundon, és szombaton ők is itt lesznek. Nem úgy, ahogy repülőnapon füstölővel repülök, hanem tényleg úgy, ahogy világbajnokságom egy kilométeres boxba, és gyakorlatilag egy 8-10 felszállás látható lesz szombaton még vitorlázó műrepülésből is a vitorlázó távrepülő rallin kívül. Akkor ez egy izgalmas program, amit érdemes megtekinteni, és ön? Én is úgy gondolom, hogyha ezek bemutatók alkalmával világbajnokok vannak a levegőbe, és azt meg lehet tekinteni ingyen napjába, akár 5-6-szor is, az egy olyan élmény, amiért már érdemes kilátogatni. És természetesen hát a gyerekek, mert ugye a gyerekeknek is nyújtunk programokat, tehát én úgy az egész napot gondolnám egy családi programnak, hiszen ha valakit érdekel a repülés, a repülősport, a kejtőernyőzés, az biztos, hogy nem tud onnan elmenni, mert annyi érdekességgel fog találkozni. Vagy ha nem is érdekelte, legalább kedvet kaphat hozzá, és akkor már az utánpótlás kérdése is felmerülhet, hogy számítanak azért utánpótlás és akár ilyen programokról, vagy szükség van utánpótlásra? Hogyne, hát azért a repülőipar, az utasforgalom óriási fejlődésen megy keresztül a világban, a legtöbb légitársaságnál óriási pilóta hiány van. Tehát ma egy fiatal, hogyha itt leteszi a voksot a repülés mellett, annak a világ minden pontján és a hazai piacon is, akár a katonai repülésben bizony életpálya áll rendelkezésére. Persze hát rengeteg áldozattal is jár, persze tanulni is kell hozzá, és persze szeretné is a repülést. Akkor én azt gondolom, hogy nincs más hátra, mint előre május 11-én mindenkinek ajánlhatjuk ezt a programot. Így van, és most úgy néz ki, hogy bár ez a hét, ha visszatekintünk, akkor időjárás tekintetében nem volt a legszebb, de most a következő 3 napot, ha nézzük, akkor úgy néz ki, hogy a szombat az egészen szép időt ígér. Hát így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nézőiknek pedig megköszönöm a figyelmüket, esti mérleggel legközelebb hétfőn jelentkezünk majd itt a Fehérvár televízióban, holnap este pedig köztérrel számítok majd a figyelmükre, és aki teheti, szombaton tehát repülő majális Burgundon, 10 órától 18 óráig érdemes ellátogatni. Viszontlátásra!